A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák tanulóinak egy része jelenleg már a nyári szakmai gyakorlatát tölti. A Paksi első István szakképző iskola 10. osztályos tanulói külső gyakorlati helyeken gyarapítják szakmai ismereteiket, és tesznek szert újabb tapasztalatokra. A fiataloknak 4 hetes ciklusba történik a nyári gyakorlatuk, a gyakorlati helyek beosztották a tanulókat. A mi tanulóink hegesztő, festőmázoló, tapétázó és eladó szakmákba gyarapítják tudásukat. Szintén gyakorlaton vesznek részt a megújult szakképzési rendszerben indított felnőtt képzés résztvevői. Számukra az intézmény biztosítja a gyakorlatszerzés lehetőségét. Éppen gyakorolnak a hegesztő tanulók ennél a Paksi hegesztő cégnél. A diákok a nyári gyakorlatukat töltik itt. A vállalkozás már évek óta fogadja a tanulókat. A diákokkal 2015 óta foglalkozom, amióta 2012-ben megvettük ezt a telephelyet, és 2015-ben nyertünk egy pályázatot, hogy a műhelynek a belső részét fel tudjuk újítani. Akkor jött az ötlet, hogy tehát itt foglalkozzunk ipari tanulókkal. Ez azzal kapcsolatban, hogy az iskola is megkeresett bennünket, hogy nem tudnánk ilyennél foglalkozni. Összebeszéltünk és megoldottuk ezt a feladatot. Jelen pillanatban 6 fő harmadikos, tehát 11-es tölti itt a nyári gyakorlatát. Nyári gyakorlatról annyit, hogy a 140 órát összefüggően le kell nekik dolgozni, akkor kapnak egy igazolást az összefüggő nyári gyakorlatról. Én visszaveszem azokat a fiatal srácokat, vagy a tanulókat egy-egy évre, 2 évre, akivel hogy kötünk egy tanulmányi szerződést, és akkor én ezt visszaveszem a gyereket, tehát nálam dolgozik 1 évig vagy 2 évig, utána tud tovább menni, már akkor rendelkezik egy bizonyos gyakorlattal, és jobban felveszik a cégek, a nagyobb cégek, tehát a gyakorlottabbakat már felveszik. Amit itt láttátok, hogy hát egy fiatal gyerekek sok mindent meg tudnak már csinálni, önállóan is dolgoznak, több termékünk is van, amiben már be tudjuk őket vonni, és ezáltal most úgy mondom, hogy hát egy kicsikét profitálok belőle. Akit úgy érzem, hogy megérdemli, és úgy tanul, azt én visszaveszem, tehát ma az idei évben is 2 főt visszavettem, tavalyi évben 3-at, előző évben is viccikből 3-at, legelőször 2-t, tehát így én szépen visszaveszem, és nem akarok dicsekedni, és semmi, akik nálam is voltak, nagyon sokan vannak benne az erőműben, már vannak például, akik vállalkozók önállóan, tehát egyéni vállalkozók, és elindulták azért. Van olyan, aki például most már hegesztő felelős, hegesztő mérnöknek tanul, még mindig a srác. Én arra is büszke vagyok, hogy itt volt ipari tanuló. Van benne lehetőség, mert aki jól megtanulja, az akár Magyarországon, akár külföldön, tehát én itt elmondtam egy-két riportban, hogy a hegesztőt, azt majd itt az atomerőmű, ha elindul, akkor aranyáron fogják keresni, a jó hegesztőt természetesen. Mi arra törekszünk, hogy hát olyan hegesztőket képezzünk, hogy tényleg eladhatóak legyenek, a helyüket megállják, és büszkén vállalják a szakmájukat. Föl kell tenni a polcra az árut, mind a kristálycukrot, mind 1 kg kristálycukrot, és akkor meg kell először nézni, hogy mi van rajta, hogy milyen pitrogramok vannak felírva. A bolti eladó diák először elmagyarázza, hogy milyen módon fogja elvégezni a vizsgafeladatot, majd végre is hajtja az általa elmondottakat. Ugyanis mindeközben az iskolákban lezajlottak a műhely iskola képzés résztvevőinek szakmai vizsgái is. A vizsgázók szóba festő, illetve bolti előkészítő részszakmát szerezhettek. A műhelyiskola program egy speciális tanulási lehetőséget jelent azok számára, akik betöltötték a 16. életévüket, valamely oknál fogva kimaradtak a szakiskolai képzésből, illetve a dobbantó programon keresztül azoknak, akik korábban nem fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat. Utóbbi programból kifejezetten ebbe az irányba indulhatnak a jelentkezők. A tanulmányi idő kötetlen.
6-24 hónap között változhat, attól is függően, hogy egy-egy szakmát, vagy hogy egy-egy tanulónak mennyi időre van szüksége a vizsgára való felkészüléshez. A tanulási utak kialakítására. Én bízom benne, hogy a mi tanulóink a mai napon sikeres szakmai vizsgát tudnak tenni.